Tisztelt Hölgyeim és Uraim, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Hun Televíziónak a Sorsunk Alakítói nevezetű műsorában. Ezt bizonyára már észrevették, ez egy sorozat, a párpolitika mentes szakértői kormánynak a fölállításán dolgozunk. A következő szakértőnk dr. Úrik Tibor, akit szeretettel köszöntök a stúdióban. Itt a gyerekoltásokról fogunk beszélni, hogy általában az oltásokat, amiket most csinálnak velünk. Kedves Tibor, átadom neked a szót, te gyűjtötted ezzel kapcsolatban össze az anyagot. Hát sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nézőket. Röviden egy pár szóba bevezetném, hogy hogy is jutottunk el, illetve hogy került ez az egész téma most itt az asztalra. Hát a világesemények alakulása az egyik legfontosabb kérdés, ami igencsak negatív irányban megtapasztaltuk, hogy a világban is, itt Magyarországon, de Európában is egész súlyos események, sőt, tehát mondhatnám, hogy egy harmadik proxy világháború indult el. Na most ez, ennek kapcsán már voltak korábbi előzményeinek a Covid események, amely Covid események tulajdonképpen a Covid hisztéria és az utána következő oltási őrület világított rá arra sok embert, és döbbentett rá arra, hogy a világban a folyamatok nem egészen úgy mennek, ahogy ezt mi elképzeltük, és hogy optimista módon mi ezt elgondoltuk, hanem sajnos egészen rossz irányba mennek, és egy komoly bizalomvesztés alakult ki a társadalomba. Elsősorban a hatalmi, vagyis mondjam, struktúrákkal szemben. De az orvosok irányába is. De sorolnám, tehát elsősorban a hatalmi struktúrákkal kapcsolatosan, itt elsősorban az Európai Uniós szervezetek, az ENSZ, a WHO és a többi egyéb úgynevezett globalista szervezetek. Másrésztről a nemzeti kormányok, vagy úgynevezett nemzetinek nevezett kormányok vezetőséggel kapcsolatosan, és ezen belül azt kell mondjam, hogy a Covid kapcsán pedig az orvosokkal. Az orvosokkal azért, mert azt tapasztalták a kedves betegek, hogy nem kapnak megfelelő információt, egyrészt az orvosoktól arról, hogy mi ez a járvány, milyen típusú és milyen lehetőség vannak arra, hogy ezt megfelelő módon kezeljék, megfelelő prevenció, ennek az egész eljárásnak a folyamata egy központból irányított és egy egységes központi globalista forgatókönyv szerint úgy tűnt, hogy ez az szerint megy ez egész folyamat. Gyakorlatilag ez a gyanakvás, miszerint, hogy az emberek úgy érezték, hogy itt valamilyen nagy, egészen más jellegű politikai és társadalmi folyamatok zajlanak, egy globális hatalom gyakorlás eszközei vagyunk. Ez a gyanakvásunk egyre inkább kezdett megerősödni, amikor kezdtük tanulmányozni azt, hogy mi van ezekben az oltásokban. És hát döbbenettel konstatáltuk azt, hogy dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Minél többet foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, annál több problémába és annál több meghökkentő tényre akadtunk. Sőt, bizonyítékokra. És az a bizonyítékok alapján mi a magunk részéről úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb dolog az, hogy megfogalmazzuk azt a kiutat, ami ebből az egészből kivezet. Ahhoz, hogy megértsük a gyermekkori oltások kapcsán a problémákat, arra hát tulajdonképpen úgy jutottunk el, hogy volt egy kormányzati döntés előkészítő anyag, amit nekünk egy két amerikai és egy magyar PhD kutatóbarátommal együtt írtunk, amelyben gyakorlatilag a kormány azt kérdezte tőlünk, hogy mi ez a Covid, mik ezek az mRNA-s oltások, és a harmadik kérdés pedig az volt, hogy mi a teendők szakmai szempontból ebben az ügyben. Ön megkérdezték tőlünk? Ők megkérdezték tőlünk, igen. Ezek voltak a kérdések. Még amíg tovább mennénk, hagyj kérjelek téged meg, hogy mondd meg a kedves nézők, hogy milyen szakmai háttérrel állsz most itt a televízióban, mert azért nem akárki vagy, hanem egy olyan ember, aki ezzel hát én az elmúlt kompetens évtizedek során számos szakterületen dolgoztam. Én alapvetően egyébként az alapképzettséget tekintve sebész szakorvos vagyok, és voltam. Hosszú éveken, évtizedeken keresztül dolgoztam a budapesti MÁV kórházban, de ezen túlmenően én elvégeztem az egészségügyi közgazdaságtannak az úgynevezett Master of Science Manager képző központjába a másoddiplomát szereztem. Gyakorlatilag egészségügyi közgazdászként is dolgoztam, szakértő is volt. És ami a lényeg, hogy egészségügyi auditor is vagyok. Ami azt jelenti, hogy mi az egészség minőségbiztosításával foglalkoztunk. Tehát azzal, hogy és miképpen lehet definiálni, meghatározni objektív módon az egészségügy működését, a működésének az eredményességét, hogy lehet mérni,
és milyen módon lehetne az egészségügyi intézményeket, illetve ezen belül az orvosoknak a szakmai teljesítményét is minősíteni. Ebben az esetben teljes méretű kompetenciával bírsz. Hát én úgy gondolom, hogy igen. Elsősorban itt általános rendszer szemléleti és rendszer minőségbiztosítási szempontokból FQM típusú okleveles auditor vagyok. Mit csináltuk meg tulajdonképpen a magyar egészségügyi ellátási standardokat, amit hát tulajdonképpen a MES 1.0-át, amelyik a magyarországi összes egészségügyi szolgáltatóra vonatkozóan meghatározta azt, hogy milyen standardek szerint kéne, hogy jól működjön egy egészségügyi ellátórendszer, azon belül milyen algoritmusok, milyen folyamatok vannak, amik ezt gyakorlatilag szabályozzák. Ezt az anyagunkat olyan példaértékűnek bizonyult, hogy a Magyar Szabványi Testület is ezt az anyagot példaértékűnek tartott, és úgy volt, hogy az Európai Uniónál ki fogják vinni, és ebből lesz az Európai Uniónak a nemzetközi egészségügyi ellátási standardja. Na aztán ez az egész dolog megbicsaklott, és megbukott. Hozzáteszem azt, hogy két helyen egészségügyi program írással is felkértek. 2005 tájékán Mikola miniszter úr volt, hogy szívesen engem fölkérni arra, hogy egy szakértői csapattal írjuk meg egy új egészségügyi ellátási programot, hogy és miképpen kéne, hogy működtessük a magyar egészségügyet, mert már akkor is problémák voltak. Az anyagokat megcsináltuk, elkészült ez a modell, sajnos bekerült a fiókokba, páncélszekrénybe, elhallgatásra került, és semmi nem történt vele. Ugyanilyen történet volt pár évvel később, amikor a Budapest egészségügyi programja kapcsán dr. Pest Imre kért fel engem arra, hogy írjunk egy Budapest egészségügyi programot. Ennek a társszerzőjeként is, szerkesztőként részt vettem ebben a munkában, íróként is, ebből se lett semmi. Az egész anyag elkészült, szerintünk használható is lett volna, működőképes is lett volna, nem lett benne semmi. Na, hát ezek az előmények, tehát ugye... Bocsánat, mind bicsaklott ez meg? Mit éreztél, hol támadták? Én akkor azt gondoltam, arra gyanakodtam, hogy egyrésztről nem igazán értik az egész problématikáját, illetve kettő, hogy nem bíznak abban, hogy ez a dolog fog tudni működni, illetve később rájöttem, hogy ez nem így van. Ők nagyon jól tudták, hogy ez a dolog esetleg működhet is, csak nem ez volt az akkor már lopakodó globális trend, hogy ez megvalósuljon. Tehát ők nem igazán, és most már utólag azt mondom, hatalom egyértelműen láthatóan, felső parancsra, külső utasításra egy teljesen más jövőképet tervezett meg a magyar egészségügynek, mint amit mi gondoltunk el, ami a racionális működésnek az alapja lett volna. Röviden el tudom mondani két mondatban, hogy mi a lényege. Az, hogy az orvos és a beteg közti bizalmi kapcsolatot kellene újjáépíteni. Uh-huh. És ennek van egy harmadik szereplője, mindössze egy harmadik, ez pedig a biztosító, aki ezt a rendszert, az orvos-beteg közti kapcsolatot felügyeli, ellenőrzi, finanszírozza és menedzseli. És a dolog ilyen egyszerű, tehát megvalósítható lenne, mert hiszen ez az egésznek a lényege. Amikor a beteg bemegy egy kórházba, nem azt kérdezi, hogy ki a kórház tulajdonosa. Nem érdekli őt azt, hogy az orvost az kifizeti, hanem az érdekli, hogy gyógyítsák meg. Nem. És hogyha a gyógyításhoz pedig minőségi ellátáshoz van a szükség, ennek pedig a mérőszámai már objektíven kidolgozásra kerültek, minden előkészítésre került, meg lehetett volna ezt valósítani. Nem lett belőle semmi. Na, tehát ez volt az előzménye. Na most miután mi ezt az anyagot, ezt a bizonyos kormány előkészítő anyagot elkészítettük, amely egy rövid, tömör, tényleg csak ilyen pontokban állításokat tartalmazott mögötte a szakirodalmi hivatkozásokkal, erre a válaszunk az volt, tehát hogy ez a COVID, ez a SARS-CoV-2, ez egy biológiai fegyver, ez egy kiméra vírus, amely gyakorlatilag mesterségesen raktak össze. Ennek vannak úgynevezett AIDS komponensei is, tehát ez egyértelmű egy HIV vírus kiméra. A másik dolog az, hogy azt mondtuk, hogy ez az mRNA-s oltás, ez pedig egy kifejezetten egy géninjekció, amely gyakorlatilag az emberek genetikai módosítása kerülhetnek, hiszen a benne lévő mRNA-s az gyakorlatilag képes a reverse transcriptáz keretében, ugye aki ezt tudja, és ismeri a genetikát, hogy mi az, hogy mRNA-s DNS reverse transcriptáz, egy ilyen enzim létezik, és ez benne van a szakirodalomban mindenhol, képes beíródni az emberi genomba. És innentől kezdve, mi leszünk GMO-sok? Nagyon sokan azt állították, hogy csak a DNS képes RNS-be átírni, de fordítva ez nem megy. De ez nem igaz. Kiderült, hogy igen. Igen. Hiszen, és akkor itt van egy nagyon érdekesség, aki igazán foglalkozott genetikával, meg ős lénytannal, az nagyon jól tudja, hogy a mi DNS világunk előtt egy RNS alapú, genetikai alapú világ volt.
itt a Földön. Uh-huh. Tehát RNS alapú volt, és abból az RNS alapú világból nőtt át a DNS alapú világ, ez az egész mostani, vagyis minden bioszféránk, ami most itt a Földön található. Uh-huh. Na, és hát ezeket mi leírtuk, és ezek után mi a következőt javasoltuk, hogy szigorúan tilos lenne Magyarországon az RNS alapú oltóanyagokat egyáltalán forgalmazni, vagy az embereknek beadni, és csak és kizárólag mi az attenuált, tehát az elölt, klasszikus vírus alkatrészeket tartalmazó, hát kínaiak által kifejlesztett Sinopharm oltóanyagot javasoltuk. Onnan tudtuk csak meg, hogy egyáltalán az anyagunkat olvasták, hogy Szijjártó Péter kirohant akkor Kínába, és beszerzett több százezer ampulla Sinopharmat, addig nem volt Magyarországon Sinopharm, ezt 2021 januárját írjuk. És utána pedig a másik olyan tudtuk, hogy a miniszterelnök úr is magát azzal oltatta be elsőre. Innen tudtuk azt. Hát, mama, most már tudtuk össze utána más is, hogy beoltatta, nem tudom, de egy tényes, hogy mi ilyen üzenet kaptunk akkor, hogy elolvasták, gyakorlatilag megértették és elhozták. De gyakorlatilag választ erre az egész történetre nem igazán kaptunk, hogy mi az oka annak. Mi azt javasoltuk, hogy erről legyen nemzeti konzultáció. Nemzeti konzultációk összeállítottuk a kérdéseit. Uh-huh. A kérdésekben az volt benne, hogy tudja-e ön, hogy mit jelent az immunrendszer? Tudja-e azt, hogy az ön szervezete több vírust és baktériumot tartalmaz, mint ahány testi sejte ez van? Ez a kérdéskör, ez a betegek, vagy az orvosok számára lett volna elő? Ez az összes, mindenkinek... a lakosság számára. Tehát gyakorlatilag ez egy népszerűsítő. Azt, hogy megértsék az emberek, hogy működik az immunológia, hogy működik a genetika, hogy működik a járványtan, hogy megértsék a valóságot. Igen. Na most ebben leírtuk azt, hogy tulajdonképpen nem lehet megállapítani, hogy melyik vírus, melyik baktérium az, ami minket tulajdonképpen támad. Nincs is ilyen, hogy korokozó elmélet, hiszen a Pasteur elmélete, ami erről szólt, az megbukott. Uh-huh. Pasteur a halálos ágyán bevallotta, hogy ő tévedett. De ennek ellenére erről egy hang nincsen most már a modern orvostudományban, hogy Pasteur elmélete megbukott. Mert volt egy nagy vitapartnere, egy tudományos szakember, a Antoine Bécham, akivel egy életen keresztül azon vitatkozott, hogy kinek van igaza. A Bécham azt mondta, hogy a kórokozó semmi, a táptalaj minden. Uh-huh. A Pasteur meg azt mondta, hogy a kórokozó minden, a táptalaj semmi. És ez a vita folyt évtizedeken keresztül, majd a végén halálos ágyán a Pasteur bevallotta, hogy igen, hogy a Bechamnak volt igaza. És miért van ez így? Nagyon egyszerű, meg lehet ezt magyarázni, hiszen hogyha igaz az, hogy a szervezetünk sokkal több vírust és baktériumot tartalmaz, mint ahány testi sejtünk van, akkor ez azt jelenti, hogy mi valójában egy nagy baktérium kupasz vagyunk. Igen. Ha ez igaz, akkor ki ellen harcolunk, könyörgöm? Ki ellen? Ki ellen? És vajon miért van az, hogy ezek általában jövő, ezek a bennünk lévő baktériumok és vírusok teljesen nyugalomban, békében velünk, szimbiózisban együtt élnek? Hát azért van, mert pont ez az ő dolgok. És vannak köztük persze jó fiúk, meg vannak köztük rossz fiúk. Na most, de hogy ki csinál köztük rendet, és kitartja fönn ezt az egyensúlyt? Hát az immunrendszer. Az a dolga az immunrendszernek, hogy ezeket a jó fiúkat és rossz fiúkat egyensúlyban tartva a szervezete tulajdonképpen hatékonyan működtesse. Na most, hogyha az immunrendszer legyengül, amire mondhatjuk azt, hogy ez a rendőrség, akkor tulajdonképpen innentől kezdve felborul a rend, és elszaporodnak a bűnözők. Ilyen egyszerű a dolog, mindenki számára teljesen világosan értető, hogyha nincs rendőrsége, az utcai randalírozókat senki nem fogja meg, akkor abból nagy balhé van, és abból lesz a nagy rendetlenség. És az maga a betegség. Na most, amikor viszont az immunrendszer visszaerősödik, akkor újra visszaveszi a szerepet, újra szétcsap ezek között a rossz fiúk között, és rendet csinál, és utána megint szépen visszahúzódik a betegség. Tehát röviden, tömören ezt minden átlag ember megérthetné, hogy ez így működik. Na, ehhez képest a dolog nem erről szól, a mostani COVID-járvány abszolút nem erről szólt, kifejezetten olyan típusú protokollokat erőltetett ránk a WHO, amelyik szerintünk már akkor tudtuk, hogy teljesen hatástalan, sőt mondhatnám, hogy káros az emberi szervezet számára. Itt vonatkozik az elejére, hogy tulajdonképpen a korai időszakban kellett volna megfogni tulajdonképpen a vírusfertőzést, ami azt jelenti, hogy az első tünetek megjelenésekor azonnal a különböző antiszeptikus szereket, a vírusölő spréket, esetleg ultraébolya lámpát. Miért nem lehetett volna fölszerelni minden egyes, mit tudom, rendelő
rendelőben, a kórházakban használjuk, hiszen mi magunk is sebészként ott voltak az ultravioli lámpák, és gyakorlatilag varszlámpák, és azzal sugár. Az ózon az tulajdonképpen a legjobb fertőtlenítő, hogy mindent meg. Akkor miért nem lehetett volna ezt az egész rendszert itt Magyarországon megcsinálni? Semmi más akar, csak minden villamosra, buszra felszerelni, fölülre egy UV lámpát, illetve egy varszlámpát, amik sterilizálja folyamatosan a levegőt, és kész a dolog. Na, tehát tudtuk akkor, hogy az egész egy nagy kamu átverés, és nem arról szól, ami igazán mi gondoljuk. És akkor tulajdonképpen hát vártuk, hogy lesz egy válasz, hogy tényleg akkor ebből legyen nemzeti konzultáció, és ráadásul mi még azt is javasoltuk, hogy mik azok az immunerősítő természetes gyógymódok és természetes gyógyfűvek, és különböző antioxidánsok, és különböző természetes mindenféle mellékhatásmentes biomolekulák. Na, erről senki nem beszélt, legalábbis a hivatalosság nem. Igen, hogy amikkel lehetne a saját immunrendszerét mindenkinek folyamatosan gyógyítani, javítani, mert hiszen a régi ősi magyar bölcsesség is úgy szólt, hogy fűben, fában az orvosság. Igen. Akkor miért nem azt használtuk? Miért nem arra fordultunk? Miért kellett nekünk azt gondolni, és azt hinni, hogy csak kizárólag az oltások fogják ezt a kérdést megoldani? Sőt, tudjuk most már utólag, hogy ezt a kérdést nem hogy megoldották, hanem még súlyosbították. És sajnos bejött az mRNA-s, bejött a Pfizer, a Moderna, és elkezdték az embereket oltani. És akkor innentől jön az a következő probléma, hogy valójában véve mi történt? Mi történt, és hogy tulajdonképpen ez mi vettük igazolni. Nemzetközi szakirodalomban szépen szivárognak ki az adatok, egyre több és egyre több, most már több ezerre tekinthető azoknak a szakmai tanulmánynak a száma, amely bizonyítja, hogy ez az oltás, ez nem oltás volt, hanem ez egy biológiai fegyver volt. Utána sajnos az is kiderült, hogy ezt a bizonyos biológiai fegyvert az Amerikai Védelmi Minisztérium rendelte meg a Pfizer-től. És erről senki nem beszél. Pedig tudjuk. Szuper. És akkor ugye itt jött a kérdés, hogy volt most egy friss Nobel-díjasunk, ugye a Karikó Katalin, és ugye fölmerül az a kérdés, hogy van akkor genetikai injekciók ezek, vagy sem. Hát mi rábukkantunk egy 2015-ös Microbiology-ba lévő cikkre, amelyet Weissman és Karikó jegyzett, ami úgy szólt, hogy az mRNA-s oltások a géninjekciók. És ezt ők, mint szerzők állították. Most, hogyha ez igaz, akkor tulajdonképpen ez bűncselekmény. Mert a legújabb, én nem akarom ezt állítani, csak kérdezem, nem bűncselekmény. Azt tudod, hogy 39-ben Hitlernek is Nobel-díjat akartak adni, aztán valami oknál fogva nem sikerült nekik. Igen. Tehát most akkor Obama is kapott béke Nobel-díjat, és utána aztán 10 millió ember kiirtatott a világon. Igen. Tehát akkor most vajon kik kapnak Nobel-díjat az utóbbi időben? Igen, igen. Erre szoktam azt mondani, hogy ezek az ünnepropaganda Nobel-díjak. Tudnélik, azt senki nem nézett annak utána, de mi utána néztünk, hogy a Karolinska Intézetnek ki az egyik fő finanszírozója? A Pfizer. A másik pedig az Amerikai Védelmi Minisztérium. Uh-huh. Megbízásával. Na most akkor innentől kezdve tudjuk. Tehát, igen. Tehát, na most tehát ezeket látva és ezeket tárcsafolyakat mind észlelve, jöttünk rá mi arra, hogy hát ugye nézzünk azért utána ennek, hogy akkor lehet, hogy nem csak ezzel a Covid-oltásokkal kapcsolatban vannak itt problémák, hanem a gyermekoltásokkal is. Miért? Mert azt tapasztaltuk az utóbbi időben, és ezt ugye nem csak mi, hanem a epidemiológusok, a különböző gyerekgyógyászok és mindenki mondja, hogy egyre szaporodik a gyermekkorban megjelenő akut és krónikus betegségnek a száma, és az kell, hogy megállapítsák, hogy sokkal több most már a gyerekkori beteg, akár akut krónikus beteg, például allergiás, vagy akár még gyerek rákos beteg, mint ezelőtt valami volt, meg autizmus. Igen. És akkor elkezdtünk azzal gondolkodni, hogy hát nyilván ennek valami oka van. Hát, hogyha a kisgyermek genetikailag éppen egészségesen megszületik, és tulajdonképpen azokban az országban, ahol nincs oltás, ott egészségesen föl tud nőni, és nincsenek sem, nem is ismerik ezeket a betegségeket, például mondjuk Amerikában az amisok, ahol gyakorlatilag abszolút... Ők nem is tudták még mi az, hogy Covid. Nem is találkoztak az ügyel, és amikor megkezdtek, hány halott volt, nem is értettek, hogy miről van mi szó. Kérdés, igen. És ugyanígy a gyermek, és 6-8 gyerek van egy családban, és teljesen egészséges minden, akkor ők a kontrollcsoport. Ez azt mutatja, hogy ezek szerint az oltások nem töltik be azokat a funkcióikat, amikre állítólag kitalálták őket. Mert ugye az a vélemény, és akkor itt jöttek a kérdések, hogy vajon akkor mi történt itt Magyarországon, és mi történik Magyarországon, tudnék azt megállapítottuk, hogy Magyarországon kiugróan magas a gyermekkori oltásoknak a száma. Tehát tulajdonképpen egy kis gyermek 18 napos koráig 29 antigént nyomnak beléje,
Sehol igazából a környékünkben szinte ilyen sokat nem. És vannak országokkal például a BCG-t, amit rögtön már egy-három napos korábban a gyermek beladnak, van, ahol be van tiltva. Amikor még semmi immunrendszere nincs a gyereknek. Igen, semmi immunrendszer. Na most ugye azt is tudni kell, aki ezt nem tudja, hogy a gyermeknek 2 éves koráig nem alakul ki a véragygátja. Ami azt jelenti, hogy a különböző testébe injektált anyagok egyszerűen simán akadály nélkül följutnak az agyba. Na most, amikor ebben ezekben az oltásokban, illetve a vakcinákban olyan anyagokat hallunk, hogy alumínium, akkor nehézfémek, akkor különböző mérgező higany. Anyagok, higany. Ezek gyakorlatilag, méghozzá ráadásul biológiai konyugált kötésben bejutnak tulajdonképpen egy komplex formájában az agyba. És az agyba az ott gyakorlatilag megülnek, és utána ebből súlyos, mentális, idegrendszeri és egyéb betegségek alakulnak ki. Ezeket a dolgokat tisztában kéne jönnie minden átlag embernek, aki egyáltalán az oltásokba gondolkodik. Hogy 2 éves koráig igazából nem lenne szabad a gyermekeinket semmi fajta kívül érkező méreganyag oltani. Na most akkor beszéljünk. Kérdés, hogy később érdemes-e adni, mert ugye... Később, az is, ugyanaz. Igen. De itt alapvetően van még egy nagyon érdekes kérdés, amit tisztázni kell. Hogy az immunrendszer az egy több lépcsős védelmi rendszer az emberi szervezetben, aminek az első védelmi vonal az a nyálkahártya. Tehát amikor természetes módon egy egyén, egy gyermek találkozik valamilyen kórokozóval, vagy valamilyen antigénnel, akkor ez először a nyálkahártyákon keresztül jut be, és ott a rögtön az immunrendszer első védelmi vonalon rögtön felállítja vele szemben a fegyvereket, és elkezd ellene védekezni. Utána ez tovább viszi különböző jel továbbító molekulákkal az immunrendszer további szegmenseinek, és utána az egész szervezet alarmírozódik, és elkezd ellene védekezni. De akkor, amikor én egy antigént beadok közvetlenül intramuszkulárisan, bőre alá, vagy éppen egyenes az izomban, kikapcsolom az első rendszereket, onnantól kezdve egy óriási sokkot kap ez a szervezet. Na most, ez az egyik. A kettő. Hol van az, hogy egy, hogy is a járvány esetében valamilyen kórokozó közül 3 támad egyszerre? Di, per, te. A diftéria, a pertussis, tehát a szamárkőgés, és a tetanusz. Most kérdezem, hogy az alapvetően a tetanusz az nem fertőző betegség. Könyörgöm. Hát a tetanusz az nem az. Amikor ezt valaki, ez nem igaz. És az, hogy együtt a pertussis, tehát a szamárkőgés és a diftéria egyszerre támadjon, soha ilyen járvány nem volt még. Tehát kevert járványok nincsenek. Igen. Akkor miért adják be a gyermekeknek keverten ezeket az antigéneket? Sokszor 3, 4, 5, 6 antigén is van egy vakcinába, és az egyszerre nyomják bele. Tehát tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy egy olyan immun sokkot kap gyakorlatilag a gyerek ezekkel az oltásokkal, aminek hatására első lépcsőben egy iszonyatosan magas ellenanyagszint alakul ki, ami tulajdonképpen a kóros szint fölöttinek is mondható. A másik dolog az, hogy erre még ráadásul ráoltanak. És van olyan, hogy 2-szer, van olyan, hogy 3-szor ismételnek. Ez alatt a 18 hónap alatt. Tehát azt kell mondjam, hogy minthogyha szándékosan, tesztszerűen kialakítanának egy úgynevezett hiperimmunizációs, vagy hiperimmunreakciót, vagy egy úgynevezett patológiás immunreakciót, akkor a végeredménye autoimmun betegség, úgyis olyan előszobája. Tehát itt ez abszolút mértékben egyszerűen nem is tudom megérteni, hogy erről nincs szó. És akkor a legutolsó, hogy ahhoz, hogy tulajdonképpen egyáltalán megállapítható legyen egy adott gyermek ellenanyag szintje elégséges ahhoz, hogy ő védett legyen, ehhez egy ellenanyag szint mérésre lenne szükség minden ráoltás előtt. Nem végzik el. Igen. Nem végzik el. És így történik az újabb és újabb oltás, iskolaorvos úgy adja be a következő oltást a gyermeknek, hogy nincsen ellenanyag szint mérés egyedi módon. Hanem ki vannak készítve sorba az injekciók, és aki jön, aki bújt, aki nem, mindenkinek kötelezően belenyomják a következő dózist. Ezeket úgy összeszedve, ezeket az egész történetet, az volt a végső konklúziónk, hogy ez a mostani magyarországi oltási rend úgy, ahogy van, hibás. Ez ebben a szituációban és ebben a formában így nem szabad, hogy fennmaradjon. Erről egy komoly tudományos szakmai vitát kellene, méghozzá egy nyílt vitát a szülők és a érintettek bevonásával, mindenki bevonásával, minden arról, hogy ezt meg kell változtatni. Mert, és akkor van még egy olyan érdekesség, a járvány tudomása szerint nem ismer országhatárokat, igaz? Persze. Akkor kérdezem én azt, hogy hogy van az, hogy ez a típusú oltási terror, ami a kötelezően a gyermekek előírja azt, és súlyos állami retorziókkal fenyegeti azok a szülőket, akik a gyermekeket nem engedik beoltatni. Ilyen terror sehol nincsen a környező országokban, az Európai Uniós tagállamokról beszélek, se Romániában, se Ausztriában.
akkor mi van és itt? És ott nincsenek rosszabb eredmények. Igen. Akkor mi az oka ennek? És miért nem egységesen, miért nem az Európai Uniós irányelvek szerint választhatóvá teszik itt is Magyarországon ugyanúgy ezeket a gyerekkori oltásokat, mint ahogy Ausztriában, vagy mint ahogy Romániában? Senki a mai napig ezt nem tudta megmagyarázni. És akkor ennek ugye vannak aztán jogi hátulütői, hogy vajon ki veszélyeztet kit? Mert ugye arra hivatkozik a magyar államigazgatás, hogy azzal, hogy a szülő nem oltatja be a gyerekét, azzal a társadalmat és a környezetét veszélyezteti. Most kérdezem én olyan oltóanyagokkal, amelyeket, ahogy elmondtuk, ilyen mérgeket tartalmaz, és ilyen súlyos egészségkárosodást is okozhat a gyermeknek, vajon ki veszélyeztet kit? Igen. Az az állam, amely kényszeríti eztnek az oltásnak a felvételét, vagy az a szülő, aki próbálna védeni a gyermekét ezektől a mérgektől. Ezeket el kéne gondolkozni, és ha ezen igazán elgondolkodunk, rájövünk arra, hogy a szülőnek egyedi egészségügyi önrendelkezési joga van, és ő a gyermekének a törvényes képviselője. Az ő döntését senki nem íratja fölül. Tehát tulajdonképp azt kell mondjam, hogy Magyarországon az egészségügyi önrendelkezési jog súlyosan sérült. És ezt én szerintem helyre kell állítani. Tehát amikor mi azt állítjuk, hogy a jövő útja az kell, hogy legyen Magyarországon is, hogy választhatóvá tenni a gyerekkori oltásokat, ezzel állítanánk, hogy is helyre a szülei. Választható, de egy komoly felvilágosítást követően. Így van, persze. Mert ugye aki nem ért hozzá, mit válogasson? Jó, hát erre szoktam mondani, hogy egészségügyi auditorként én tulajdonképpen az én veszőparipám az úgy szól, hogy tulajdonképpen a beteget csak tájékozott beleegyezése mellett lehet engedni bármifajta műtétet vagy beavatkását elvégezni, márpedig a injekció az egy invazív beavatkozás. Igen. Az beleszúrják. És a gyerekébe. És mivel a szülő képviseli a gyermekét, ezért tulajdonképpen a szülő tájékoztatása nélkül, és méghozzá az ő tájékozott beleegyezése nélkül semmilyen oltóanyagot nem lehetne szabad beadni a gyereke. Igen. És ezt megteszik, anélkül sok esetben a szülő tudna róla, van olyan iskolába gyerek reggel bemegy, semmit nem tud, délutára felsorakoztatják őket, mind leviszik az iskolaorvoshoz, és végoltják az egész osztályt. Igen. És utólag tudja meg a szülő, hogy kapott oltást a gyermeke. Szóval erre azt szoktuk mondani, hogy ezeket a dolgokat abszolút rendbe kéne tenni. Tehát ezt így tovább szerintünk a mai viszonyok nem működhetne, mert tűnik ezzel Magyarország megsérti az Európai Unió alapjogi chartáját, amit 2016-ban mi is aláírtunk, amely az egyéni önrendelkezési jogra és a tájékozott beleegyezésről szól. Hmm. Tehát ha kell, akkor szívesen felolvasom az ide vonatkozó pontos paragrafust is, de egyébként bárki rámegy az Európai Unió, és úgy megkeresse, hogy Európai Uniós alapjogi karta, megtalálja. Tehát tulajdonképpen ezzel jogsértés is követel a magyar kormány, és ennek a helyreállítása, ennek az egészek orvoslással sürgősen szükség lenne, mert ez így szerintünk nem. Mert mi tulajdonképpen úgy gondoljuk, hogy megfelelő bizonyítékokkal rendelkezünk a tekintetbe, és itt elsősorban a vakcina gyártók hivatalos leírataira hivatkozunk, hogy ezek az oltások egyrésztről számos olyan oda nem való, illetve adjuváns anyagokat tartalmaznak, ami az emberi egészségre súlyos veszélyt jelent. Formaldehid. És föl tudok sorolni 500-at, és hogyha akarja, itt vannak a papíron, összegyűjtöttem direkt azért, hogyha valakit ez érdekel, de ezen túlmenően olyan DNS, RNS és olyan vesekivonatokat és egyéb olyan szövettörmelékeket tartalmaz, amire vonatkozóan semmi fajta igazából tájékoztatást az illető szülő nem kap, arra a gyerekébe ezt be akarják nyomni. És akkor itt jön a legvégén a legnagyobb probléma. Ezt úgy hívják, hogy a vakcina biztonság. Tudnilik, ha az ember arról beszél, hogy minőség ellenőrzés, minőségbiztonság, minőségtanúsítvány, akkor arról van szó, hogy egy adott termék kapcsán valakinek bizonyítania kell azt, hogy az az adott termék az emberi egészségre veszélytelen, és minőségében, gyártásában, gyártástechnológiában tökéletesen standardizált és szuper minőségű. Ez nem történik meg. És ez nem történik meg. Na ez a lényeg. És sehol nem történik meg. Gyakorlatilag teljesen homályos a vakcinagyártó, futószalagok és az oltóorvos közötti vakcinák útvonala, és ennek az ellenőrzési és minőségbiztosítási léte vagy nem léte. Sajnos úgy látjuk, és ez most már nem csak Magyarországra vonatkozik, hanem az Európai Unióra, és ez óriási lyukak vannak rajta, és tulajdonképpen ez a rendszer igazából nem működik.
Tehát úgy jönnek be, és akkor ez még azt tenném hozzá, hogy folyamatosan folyik az innováció, ami azt jelenti, hogy a gyógyszergyárak folyamatosan újabb és újabb vakcinákat dobnak piacra. Aminek az összetételéről most már azt sem sokszor hiszük el, hogy ami a gyártói leíratban van, az mind azt felsorolja, ami abban a vakcinában tartalmaz, És ezek újra és újra megjelennek, és az EMA azonnal, tehát az Európai Gyógyszerügyi Ügynökség azonnal befogadja, és azonnal rögtön teríti az Európai Uniós piacon, és mindenkinek rögtön azonnal az orvosok elkezdik utána ezt az új vakcinát leforrasztott ampulákba beadni. Egyetlen nemzeti laboratórium, és Magyarország is sajnos ez igaz, nem vizsgálja, hogy mi van benne. Katasztrófa. Tibor, van egy nagyon komoly probléma, ugyanis azok a szülők, akiknek most akarják oltani a gyereküket, azoknak nincs idejük kivárni azt, még itt történik valami érdemi változás. Mit tudnak ezek a szerencsétlen emberek csinálni? Hát hogy tudják megmenteni a gyerekeiket? Igen. Hát az első és legfontosabb dolog, hogy úgy tudják a gyerekeiket megmenteni, hogy tisztában jönnek a saját jogaikkal. Az, hogy neki mihez van joga, és neki milyen, tehát a gyerekével kapcsolatosan mit és hogyan tud ez ügyben képviselni. Az első és legfontosabb dolog, hogy tudnia kell minden szülőnek azt, hogy az oltóorvos kizárólagos felelőssége és kompetenciáival tette az országos tisztifőorvos, jelen esetben Müller Cecília, hogy ő döntse azt el, hogy az adott gyermek, mindig adott gyermekről beszélünk, nem sorozatról beszélünk, nem átlagról beszélünk, hanem az adott gyermek egészségi állapota és egészségügyi, hogy is mi, anamnézis alapján oltható vagy nem oltható. És az adott oltást az adott gyermekbe beadható-e vagy sem. Ezt a felelősséget senki az oltóorvostól nem veti el. Pillanat, de az oltóorvos se tudja pontosan, mi van benne az oltóanyagban. Tehát hogy tud... Hát bocsánat, kérlek, azt szoktam mondani, ez a szakma szabályának a súlyos megsértése. Hát ez olyan dolog, lenemetés sebészként nem tudná, hogy hol van az illetők a vak bele, és elkezdeném vakdosni, hol itt, hol ott, halott, majd megtaláljuk. Igen. Uraim, hölgyeim, hát az járjon meg a menet, a szakmának vannak bizonyos szabályai. A gyermekorvosnak is vannak bizonyos kötelezettségei, amikor ő valamilyen injekciót felszív, akkor neki tudnia kell, hogy annak a tartalma nem fogja károsítani az ő páciensének az egészségét. Igen. Hát, hogyha nem tudja, akkor ha ezt többé is vallja, ráadásul ezt nem tudja, ezzel tulajdonképpen a szakma szabályait súlyosan megsértette, ezzel tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy súrolja a bűncselekmény határát ezzel. Jelenség. Na ebből fakadóan mi úgy gondoljuk, hogy ezt az egész dolgot újra kell gondolni. Erről kell egy általános, nyilvános nemzeti párbeszéd, ahol gyakorlatilag a szakemberek, a szakma leül a különböző szakértőkkel, és átbeszélik ezt az egészet, és harmonizálják a Magyarországon lévő gyermekoltási, hogy is mondja, rendet azokhoz az aktuális, és itt most még egyszer mondom, azokhoz az aktuális mostani járványügyi, illetve egészségügyi alaphelyzethez, amiben mi most vagyunk. Mert tulajdonképpen itt alapvetően olyan problémák is vannak ebben a rendszerben, hogy egy csomó olyan vakcina van forgalomban jelenleg, amelyik már régen elavult. Tudnék, az is köztudomású, hogy ezek a vírusok, baktériumok, ezek elég gyorsan mutálódnak. Na most azok az oltóanyagok, amiket kázi most beadogatnak a gyermekeknek, azt kell, hogy jöjjünk, hogy sok esetben gyakorlatilag régen már elavultak, és nem is azt az antigént tartalmazzák, ami ellen tulajdonképpen kellene a védelmet, hogy kapjon a gyermek, mert egészen másfajta és más típusú vírusok és baktériumok támadják őt. Sőt, van egy úgynevezett szelekciós nyomás is az oltóanyagok hatására, hogy olyan típusú kórokozók tenyésszenek ki, amelyek már rezisztensek adott oltóanyagra. Igen. Hát ezt is tulajdonképpen számba kéne venni, és hát mondom, a legfontosabb dolog az, hogy harmonizálni kéne az Európai Unión belül ezt az oltási rendeket. Hát ilyen nincsen, hogy egyik országban választható, a másik pedig kötelező. Tehát itt Magyarországon én még egyszer mondom, hogy ebbe az ügybe sürgősen össze kéne ülni, össze kéne hívni egy szakmai konszenzus konferenciát, ahol ezt az egész ügyet átbeszélik, és a szakemberek egymás között megvitatják, hogy ezt hogy lehetne tisztába tenni. És ennek pedig mondom, a végeredménye az kellene, hogy legyen, hogy 2 év alatt, és fel is sorolom, mert ezért ez nagyon fontos dolog, hogy mik a mi céljaink, mert a célkitűzéseink azért eléggé egyértelmű. Mi, még egyszer mondom, oltás realisták vagyunk, és nem oltás tagadók. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert manapság ebből szinte már egy vallás lett, hogy valaki hisz az oltásokba, vagy nem hisz az oltásokba. Ez nem hit kérdése. És ezt kérem is, hogy az összes, hogy is mondjam, nézőnk és hallgatók megértse. Itt tudni kell. Tudni kell arról, hogy miről van szó, milyen kockázatokat rejt, és a kockázat haszon alapján melyik a valószínűbb,
az, hogy én ezzel károsítom a gyermek egészségét, vagy pedig jót teszek neki, és erősítem az immunrendszerét. És akkor, hát mondom, ezt a célkitűzéseket azért szeretném felolvasni, mert ezek elég fontos dolgok. Tehát mik a céljaink? Nem hosszú, pár pontból áll az egész. Egyrészt az, hogy önként választhatók legyenek az oltások. A gyermekkori védőoltások nem kötelező, hanem választható státuszának elérése. 2 éves kor előtt a gyermek immunrendszere fejletlen, ezért lehetőleg egyetlen védőoltást se kapjon. Szakmailag esetleg mérlegelendő az, hogyha az illető kisgyermeket bölcsödébe viszik, hogy akkor az ott éppen aktuális oltóanyagot esetleg beadhassák. Kizárólag monokomponensű oltóanyagokat forgalmazzanak hazánkban, ami azt jelenti, csak egy típusú antigén, a többieket egyszerre, ilyen polikomponensű, több úgynevezett koktélokat nem szabad a gyermekeknek beadni. Gyártóktól független hazai hatósági minőség ellenőrzési monitoring rendszert kellene beindítani, ahol az egyes import és hazai oltóanyag ampulla szállítmányok beltartalmi összetételét megvizsgáljuk. Miket tartalmaznak? Mit hoznak be? Mi van benne? A szennyezett szállítmányokat, amit hogyha ez a labor megvizsgálta, azonnal meg kell semmisíteni. A vakcinampula szállítmányok minőségvizsgálati eredményeit sorozatszámok szerint rendszeresen közzé kéne tenni az NMK-nak a honlapján. Közzé kell tenni és külön kell jelölni az mRNS tartalmú vakcinák márkanevét és sorozatszámát, hogy mindenki tudja, hogy mi ez. Ez olyan, mint az élelmiszerboltba is bemegyek, és hogyha ezt látom, hogy mit tudom, hogy rajta van, hogy glutén érzékenyeknek, stb., akkor az föl van tüntetve. Tessenek szívesen föltüntetni a vakcinák, hogy melyik az mRNS tartalma. És a legvégén pedig az, hogy az egyesületünk, illetve a mozgalmunk azt igyekszik segíteni és vállalni, hogy tájékoztassuk az illetőket, az érintetteket, a szülőket és az oltáskárosultokat, jogi és orvosi szempontból is támogatást nyújtsunk a számukra, hogy ők tulajdonképpen érdemben tudjanak ebben a saját ügyükben a érdekeiket érvényesíteni, és az egyéni ugye, egészségügyi önrendelkezési jogukat érvényesíteni. Tehát itt térünk vissza az utolsó kérdésedre, amit te felvetettél nekem, és nagyon fontosnak tartom, hogy mit tehetnek a szülők. Első dolog az, hogy forduljanak a SZKITAK Egyesületéhez, és a SZKITAK Egyesületén belül működő valódi operatív törzs, mert alapítottunk egy ilyet, hogy valódi operatív törzs, amely szakértőkből, jogászokból, orvosokból, biológusokból és egyéb szakemberekből áll. És mi egy úgynevezett algoritmust, egy ünnep lépés sorozatot állítottuk össze, ami a szülők számára fontos információkat tartalmaz, hogy adott helyzetben mit fog tudni a szülő tenni, hogy ez meg az a lépés következik egy ilyen közigazgatási eljárás során, hogyha ő ezt az ebben oldást. Jogászok is bele vannak. Ebben jogász be van vonva, elsősorban jogász. Ez egy jogi kérdés elsősorban, mert Magyarországon ezt a dolgot túl jogi szempontból túlszabályozták. Szerintünk, hogy úgy fejezem ki, a két szakma, tehát a jog és az orvostudomány nem folytat ebben az ügyben párbeszédet. Fogalma nincsen például a bíróságoknak arról, hogy mi az, hogy vakcina minőség, mi az, hogy vakcina biztonság, mi az, hogy tulajdonképpen, hogy a vakcináknak mik az egészségkárosító veszélyei, vagy mellékhatásai, fogalmuk nincs, és a bírók ezt minden is utasítják. Tehát, hogy úgy fejezem ki, szakmai kérdésekben a bíróságokon semmifajta információ nincsen. A másik oldalon meg az van, hogy az orvosszakértők egy jelentős része, hogy úgy fejezem ki, nem ásta bele magát ezekbe a tudományokba, illetve nem foglalkozik a részletekkel, illetve van, aki foglalkozna vele, és valami oknál fogva, érdekes módon mégsem adnak ki olyan szakértői véleményeket és leleteket, ami bizonyítaná azt, amit egyébként a vakcinagyártók, mondom, a gyártói leíratban felsorolnak, hogy ilyen meg ilyen súlyos egészségkárosító mérgeket, vegyeket tartalmaz a kedves Tibor, számomra egy élmény volt téged most végighallgatni. Olyan kristálytiszta logikával vezetted az egészet le. Tényleg öröm volt végighallgatni. Orvos létemre élveztem nagyon az előadásodat. Tehát, kedves hölgyeim és uraim, látják, hogy miért van szükség egy szakértői kormányra. Mert ilyen emberek fogják eldönteni a nemzetünknek a sorsát, és nem engedik meg azt, hogy mérgezzenek minket reggel délbe este, mint ahogy valami nagy ember ezt mondta, ezt a reggel délbe esti dolgot. Kedves Tiborom, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és remélem még többször jössz, mert gondolom mindig lesz olyan kérdés, amit meg kell beszélnünk. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen.